2020-ban országosan csökkent a felsőoktatásban jelentkező tanulók száma 2019-hez képest. A negatív tendencia több tényezőnek köszönhető, és nem került el a Neumann János Egyetemet sem. Van a 2020-as felvételi kampány időszakában a hallgatói jelentkezések vonatkozásában valóban egy jelentős visszaesést tapasztaltunk. Azonban ezek az abszolút számok nem mondanak el mindent a jelentkezésekről. Természetesen elemeztük vizsgálatok, szakok, képzések szerint, hogy milyen módon változtak az előző időszakhoz képest. Dr. Fülöp Tamás rektor elmondta, a jelentkezési számok statisztikája jelentősen függ az adott év szabályozási környezetétől. Míg 2019-ben a jelentkezéshez kötelező nyelvvizsga bevezetéseinek híre jelentősen megnövelte a felvételizők számát, hiszen sokan a bevezetés előtt el akarták kezdeni tanulmányaikat, addig idén a már kötelező emelt szintű érettség és a koronavírus járvány közösen okozták a felsőoktatásba jelentkezők számának jelentős csökkenését. Ráadásul a gyerekszám is egyre alacsonyabb, ami tovább csökkenti a jelentkezések számát. Az jól látható, hogy azokon a karokon, amelyek Kecskemét gazdasági fellendülésével kapcsolatban komolyabb szerephez jutottak, még mindig jónak mondható az érdeklődés. A gazdaságtudományi karra idén közel 300-al többen jelentkeztek. A GANF karon pedig nagyjából az országos átlagnak megfelelő visszaesés tapasztalható csak. A jelentkezési számok tekintetében a GANF kar így is dobogós helyet foglal el a vetélytársak mellett. A 2020-as évnek valószínűleg igazi vesztese lesz a pedagógus képzőkar. Itt a visszaesés 55%-os, ez azonban leginkább az egyéb országos tendenciák mellett a szakmai iránti csökkenő érdeklődésnek tudható be. Dr. Fülöp Tamás rektor hozzátette, reméli a jövőben ennek a szakmának a népszerűsége is stabilizálódni fog, hiszen szükség van a pedagógusokra. A Neumann János Egyetem folyamatosan nyomon követi volt hallgatóit. A diplomás pályakövető rendszer adatai alapján kijelenthető, a Kecskeméti Egyetem bármelyikor a biztonságos választás, az iskola a szinte biztos megélhetést tudja kínálni tanulóinak. Úgy gondolom, hogy nagyon pozitív visszajelzést kapunk ezekből az elemzésekből, ezekből a felmérésekből. Hallgatóink döntő része nagyon gyorsan és nagyon jó pozícióban tud elhelyezkedni, megfelelő jövedelmekkel. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó útra való, amit az egyetem tud biztosítani a diplomával. Még mindig nem késő, ha valaki 2020-21-ben már egyetemi hallgató szeretne lenni. Augusztus 8-án már lehet jelentkezni a pótfelvételi keretében meghirdetett szakokra.